Vegyük csak ezt az anyát és a gyermekét. Mindketten tudatos elméjük saját kis valóság buborékában élnek. A kicsi is képes létrehozni egy részletes mentális modellt az őt körülvevő világról, bár még nem igazán fogta fel, hogy épp az 5. emeleten van. Az anya valóságát is a saját elméjét teremti meg, és számára a gyerek iránt érzett szeretete ugyanolyan valós, mint a kezében tartott telefon. Röviden, az agy nem csak az elképzelt valóságért felelős, hanem az érzelmeinkért és az életünk értelméért is. Szeretet és dicsőség, jó és rossz, mind csak annak az univerzumnak a részei, amelyet a saját elménk hoz létre, ugyanúgy, ahogy egy asztal, egy bolygó vagy egy galaxis is. Elképesztő belegondolni, hogy az agyunk, ami alapjában véve olyan részecskék összessége, amelyek a fizika törvényei szerint működnek, ilyen csodálatos képességgel bír. Vagyis nem csak, hogy érzékelteti a valóságot, de még értelmet is ad neki. Az élet értelme az, amit adunk neki. Személy szerint én szeretném azt hinni, hogy az univerzum értelmét mi adjuk. Ahogy Carl Sagan kozmológus egyszer mondta, az univerzum általunk szemléli önmagát.